Szeretettel köszöntöm a digitális témait minden szervezője nevében a ma esti webináriumunk minden kedves résztvevőjét. Szabados Tíma vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, a Digitális Témahét szervező csapatának tagja, és hát a ma esti webinárium házigazdája. Várom a cseten érkező kérdéseket, amit majd, ha az előadóink figyelmét elkerüli, akkor esetleg kihangosítom a ma este folyamán. Ma este egy olyan alkotó műhelyről lesz szó, ahol mindenféle izgalmas dolgot lehet közösségben készíteni, nem csak digitális eszközökkel, vagyis nem csak programozni lehet, vagy robotikával foglalkozni, hanem például falmegmunkálással, vagy akár varrással is, illetve hát ezen tevékenységeket kombinálni is lehet az alkotás folyamatában. Mindenről pedig ma a makerspace.hu digitális közösségi alkotóműhelyként meghatározott tagja fog előadást tartani. Szeretettel köszöntöm körünkben Fuchs Péter alapítót, játékfejlesztőt, és Buda Barna tananyagfejlesztő, sokat látott pedagógust. Nem is húzom az időt, átadom nekik a szót, hiszen velem együtt gondolom nagyon sok résztvevő kíváncsi arra, hogy milyen tantárgyi kapcsolódási lehetőségeket ajánlanak a pedagógusok figyelmébe az alkotóműhelyekkel kapcsolatban, illetve bizonyára arra is kíváncsiak vagyunk, hogy akár a saját iskolánkban hogyan lehet ilyen alkotóműhelyt létrehozni. Úgyhogy átadom a szót, és akkor kíváncsian várjuk a ma esti előadást. Köszönjük a nyitó kérdéseket, és üdvözlünk mindenkit a chat szobában. Úgy látom, hogy néhányan bejelentkeztek, akik már jártak a műhelyünkben, tanárképzésen, vagy akár tartottak nálunk foglalkozást is, ez külön öröm számunkra. Nem is tudom, hol kezdjük, talán a műhely bemutatásánál, mert látok új neveket is. Mi egy közösségi alkotóműhely, Makerspace műhely vagyunk Budapesten, jelenleg a MTK stadionjában, ahol éppen a budaörsi csapatot verik ripityára a Honvéd játékosai, ahogy éppen beszélek ebben a pillanatban is. Van egy irodaház része ennek a komplexumnak, ahol 100-110 négyzetméteren, két szobában dolgozunk jelenleg. Ez már a harmadik helyszínünk, és nagyon sok minden történt nálunk, és nagyon sok izgalmas projektet hoztunk létre. Néhányat itt a háttérben is elhelyeztünk, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a történetmeséléshez, vagy digitális történetmeséléshez, ami ma a előadásunk fókusza lesz. De érdemes elmondani rólunk, hogy ahogy Tímea beharangozta, mi digitális megmunkáló technológiákkal dolgozunk, tehát alapvetően egy alkotó tevékenységet hajtunk végre. Nálunk szinte mindig tárgyak készülnek, ami azt jelenti, hogy amikor mi egy történetet megfogunk és elkezdünk mesélni, akkor alkotással, tehát a kezünk munkájával mesélünk. Ha valaki ismeri a weboldalunkat, vagy a Facebook oldalunkat, akkor látja, hogy van három fő tematikánk jelenleg: a jövővárosa, amelyben városok épülnek, az önmérnökök, amelyben tudományos kísérleteket prototipizálunk, tehát ténylegesen meg is építjük a tárgyakat, illetve a szuperhős csapat, vagy szuper digitális történetmesélés szuperhősök. Most inkább ezen lesz majd a fókusz. Viszont fontos elmondani, aki még nem járt nálunk, vagy nem ismeri annyira, hogy ahogy a beharangozóban is hallottátok a fő technológiákat, tehát itt tulajdonképpen az a fő célunk, hogy úgy tanítsuk meg ezeknek a technológiáknak a működését, lézervágó, 3D tervezés, nyomtatás, illetve a mikroelektronika használata esetenként varrással kiegészülve, hogy ez a gyerekeknek egyáltalán ne legyen terhes, ne vegyék észre, vagy felnőtteknek. Tehát maximálisan gamifikált foglalkozásokat tartunk, és ezek a tematikáink tele vannak olyan játékosításokkal, olyan játék mechanizmusokkal, amelyek a mai gyerekeknek nagyon fontosak, hiszen a mai nekünk az egyik legnagyobb konkurenciánk az a számítógépes játék, vagy akár a telefon, mobiltelefon, a mobiltelefon, amelyet ti is nyilván sokszor találkoztok vele, így vagy úgy. Látok, igen. Így vagy úgy, viszont mi pontosan tudjuk, hogy ezek a játékmechanikák hogyan működnek, és ezeket igyekszünk átemelni azokba a tematikákba, amelyeket aztán fejlesztünk, mert mi tulajdonképpen egy tananyagfejlesztő cég vagyunk, vagyis olyan ezekre a digitális közösségi alkotóműhelyekre, amelyek szerencsére az országban egyre több helyen lesznek a jövőben, vagy már vannak is, tartalommal fogjuk megtölteni, és a mi célunk, hogy ezek a műhelyek jól működjenek, és ezek nagyon fontosak, én azt gondolom, hogy
hogy olyan köntösbe kerüljenek ezek a technológiák, illetve ezeknek az elsajátításai, amelyek valóban játékossá és szórakoztatóvá teszik ezeket. Igen. Olyanok számára, akik még nem jártak a műhelyünkben, elég nehéz elképzelni ezt a teret. Most megpróbálom körbe mutatni a kamerát, ami lehet, hogy egy kicsit Leningerkeltő lesz, de legalább a lézervágó gépet megmutatom az egyik sarokban a műhelyben. Igen, Barna oda is fog menni a géphez és bemutatja. Igen, odáig nem hallanak el szerintem. És amikor visszaforgatom a kamerát, akkor a faipari megmunkáló gépek látszanak, és később Barna a nyomtatók, 3D nyomtatók mellett is fel fog tűnni. Most mondd el, hogy milyen szinte. Igen, most néhány nyomtató elment gyógyulni a szervizbe. Minden eset, igen, ez egyik helységünk, két helység van, de most nem fogom azt a menetet elkövetni, hogy átviszem a gépet a másik helységbe, ahol az elektronikai részleg van, ott szereljük össze a robotokat. Azért akartam megmutatni ezt a műhelyt egy kicsit, mert nekünk az a célunk, hogy minden egyes magyar iskolában létesüljen ilyen műhely. Azt gondoljuk, hogy ezek az eszközök, amiket most egy pillanat alatt bemutattunk, ezek minden gyerek és felnőtt tanulási folyamatában helyt kell, hogy kapjanak. Tehát ez egy speciális helyszín, speciális szintér az alkotóműhely. Azt szoktam mondani, amikor bemutatom a műhelyt, hogy úgy képzeljék el, mint a könyvtárat. A könyvtár az 1400-as évektől a olvasás és a tudás tárolásának a helyszíne, majd fokozatosan változik az évek során, ugye ezt tanultam az egyetemen többek között, és a tudás, ahogy a tudás változik, úgy a könyvtár is változik. Nem véletlenül, hogy az ilyen műhelyek nagy része könyvtárban jön létre az Egyesült Államokban. Azt szoktam mondani, hogy 5000 ilyen műhely van, igazából nem számoltam meg, és valószínűleg jóval több van már ennél. Múltkor egy társasjátékos csoportban beszélgettünk arról, hogy valamelyik társasjátéknak éppen milyen eszközei hol és hogyan vannak, amikor ketten is mondták, hogy a könyvtárosok egyébként valahol mondjuk Texasban vagy Nevadában, és nagyobb felszereltségű makerspace műhelyünk van már a könyvtáron belül, mint a mi itteni viszonylag jól felszerelt műhelyünk. Tehát ez a dolog nagyon jól és nagyon lelkesen terjed. Arról nem beszélve, hogy mondtad ezt a számot, hogy csak Olaszországban az elmúlt nyáron törvényerőre emelkedett az, hogy ilyen műhelyeknek általános iskolában helyük van, és az azt hiszem 2000-3000 iskolát 5000, érint. 5000 iskolában akarnak felszerelni. Pont hát, hogy, műhely. Hogy az látható, hogy ezeknek a makerspace vagy digitális közösségi alkotóműhelyeknek igenis van helye az oktatásban. Azt nem mondtuk el, hogy makerspace-ek között különbségek vannak, mi egy kimondottan oktatási célú makerspace vagyunk, tehát nem prototípizálással foglalkozunk, hanem azokkal a kompetenciákat szeretnénk fejleszteni, azokat a képességeket, amelyek iskolai keretek közt nem mindig sikerülnek, különböző oknál fogva, viszont azt mindenki tudja, most már szülők, tanárok egyaránt, hogy rendkívül fontosak a jövőre nézve. Mondhatnánk példákat, de azt hiszem, hogy az együttműködéstől kezdve kreativitásig bármilyen dologra csodálatosan alkalmasak ezek. Közben látom, hogy még többen bejelentkeztek, többek között olyanok, akik már jártak a műhelyünkben. Nem akarom a műhelybevezetőt túl hosszúra húzni. Ha valakit még érdekel a műhely munkája, akkor a Facebook oldalunkra menjen föl a makerspace.hu-ra, és nézze meg a videókat, amiket oda föltettünk. Ezek ilyen 4-5 perces videók, és nagyon jól bemutatják két tematikánkat, a digitális történetmesélés szuperhősöket, meg a jövő városát. Egy szülő is megszólal az egyikben, amit nagyon szeretünk, elmondja, hogy miért nagyon jó. És ugye látom, hogy Takács Viktória írta, hogy de nagyon jó volna, hogyha ilyen műhelyek lennének az iskolában. Az a helyzet, hogy mi nagyon aktívan dolgozunk azon, hogy legyenek is. Sikerült elérni, hogy a szakképzési rendszerben 44 ilyen műhely létesüljön az országban, tehát gyakorlatilag minden magyar településre, hát nem is minden, de sok magyar településre, sok nagyvárosra el tudunk jutni, vagy hát a nagyvárosokba el tudnak jutni azok, akik a környéken laknak, és egy műhelyhálózatot szeretnénk építeni. Ma például Szegedről jártak nálunk kollégák, akik készítenek. Sajnos itt felejtették a Szegedi Dóm lézergravírozott lapját, de többek között azért csinálunk gyakran lézergravírozott lapokat, mert Miskolcról jártak nálunk kollégák, akik egy olyan csomagot vettek, ott nem szakképzési intézmény, amiben még nem volt lézervágó, és úgy mentek haza, hogy egy emberként győzik meg az igazgatót, hogy a lézervágóra szükség van.
A következő időben, nem tudom pontosan mennyi idő áll rendelkezésünkre, de arról fogunk mesélni, hogyan lehet CNC gépekkel feldolgozni például irodalmi műveket, tehát a tantári kapcsolódást ilyen formában valósítjuk meg. Néhány példát is fogunk mutatni, és rengeteget mesélünk arról, hogy mi magunk hogyan dolgozunk fel mondjuk az egri csillagokat 3D nyomtatóval vagy lézervágóval. Na, ebbe vágjunk is bele. Ugye nagyon sokat lehetne még mesélni arról, hogy milyen gépeket és hogyan használunk, de alapvetően azt kell elképzelnetek, hogy bármit, amivel anyagot lehet megmunkálni, és biztonságos gép, tehát mondjuk nem kell szakképesítés használatához, azt beszoktunk vetni, és nem ritkán egészen furcsa és elképesztő helyzetekbe kerülünk ezáltal. Ma kérdezte egy kolléga, aki már sok mindent látott, hogy hogyan csinálunk betonöntést. Mi ugye betonöntést azt úgy csinálunk, hogy 3D nyomtatóval kinyomtatunk egy tárgyat, szilikon mintát veszünk róla, majd utána betonból kiöntjük. Most Barnál is indult, szerintem keresnél betontárgyat gyorsan. De hogy kérdezte, hogy mivel készítjük elő, éppen ott vannak. Az jó, azt hozhatod, azok betonból vannak. Igen, egyet elég. És hogy mivel választjuk itt a szilikont, és azt látod, hogy azt fogjuk mondani, hogy valami CNC géppel, snitzerrel választjuk szét. Tehát nem ritka, hogy az éppen egy betonöntvény, csak még benne van a szilikon. Igen, most szilárd, most köt meg éppen, és nem merjük most szétverni, mert még nem tudjuk, hogy teljesen bekötötte a beton. De hogy ez arra nagyon jó példa, hogy néha nagyon egyszerű eszközökkel dolgozunk, de általában használjuk a műhely összes eszközét és gépét. Mi mindig ennél több technológiát használunk. Tehát aki már járt nálunk képzésen vagy workshopon, az tudja, hogy mi gyakran keverjük egymással a technológiákat, amit itt a háttérben látok, villogni mindenféle tárgyak, és azok is különböző digitális megmunkáló gépekkel és robotikai elemekkel készülnek, vagy készültek. És igazából a mai mondani valónk az, hogy hogyan lehet könnyen egy történetet megmunkáló eszközökkel, megmunkáló gépekkel elmesélni. Ugye van egy motto, amit mi nagyon szeretünk, ezt Adam Savage mondta, aki nem tudom pontosan mi a magyar címe, talán hihetetlen, de angolul Mythbusters nevű sorozatot. Magyarul is mitoszrombolók. Mitoszrombolók, ez az, mitoszrombolók a sorozat címe. Ő a nem bajuszos ember. Tehát van a bajuszos alacsony, aki mindig baretsapkában van, meg van a másik, aki állandóan sapkában van. Ő a Maker mozgalomnak, tehát annak a mozgalomnak, amihez mi is tartozunk, ő egy ilyen nagy szószólója, és ő mondta azt, hogy az emberek két dolog különbözteti meg az embert az állatoktól. Az egyik az eszközhasználat, a másik pedig a történetek mesélése. Amikor alkotunk, akkor mind a kettőt csináljuk egyszerre. Ami nagyjából ennek mentén képzeljük a munkát a műhelyben, és legyen szó akár földrajzról, fizikáról, kémiáról vagy irodalomról, történeteket mesélünk. Amikor egy kísérletet reprodukálunk, vagy mondjuk egy fizikai hatást mutatunk be a Makerspace eszközeivel, akkor is történetet mesélünk, de amiről ma szeretnék beszélni, az kifejezetten az irányított történetmesélés, az, amikor a megmunkáló gépeket történetek előadására használjuk. Van egy tematikánk, amiről Péter már beszélt, ez a szuperhősök, vagyis digitális történetmesélés, amely nálunk úgy történik, hogy a gyerekek egy szuperhőst kell, hogy megalkossanak. Ez egy varázsló. Ez egy varázsló, amely azért néz ki így, mert mi olyan tárgyakat alkotunk itt a műhelyben, illetve olyan tárgyak alkotására vesszük rá az embereket, amely ötvözi az összes technológiát, ami itt a műhelyben megvan. Látjátok, hogy ez a talp, illetve ez a befogó, ez 3D nyomtatóval készült, ez egy lézervágott palást, és maga az alap is egy lézervágott dologgal van készítve, viszont mögötte látjátok ezeket a vezetékeket, ezek a mikroelektronika kis vezetékei, amelyek ilyen LED lámpákat világítanak, és ebben a nagy dologban van benne tulajdonképpen, most nem szedem szét, a mikrobit, ami az tulajdonképpen az elektronikát jelenti. Miért fontos és miért értékes ez a tematika? Nekem azért ez a kedvencem, ha lehet ezt mondani, mert nem csak erről van itt szó, hanem arról is, hogy a gyerekek ezeken a szuperhősökön keresztül történeteket mesélnek el, mégpedig a saját történeteiket. Ne úgy képzeljétek el, hogy bejön a
bejönnek a gyerekek, és 5 Batman, 4 Pókember készül el ezeken a szuperhős szakkörökön vagy táborban, hanem olyan egyedi lények, amelyek leginkább a gyerekek lelkéből, a pszichójukból jön elő. Tehát nem ritka, amikor palacsintaszörny készül, akinek az a küldetése, hogyha hangosan beszélnek vele, vagy valaki szomorú, akkor palacsintával vidítja fel. És hát ezt úgy is képzeljétek el, hogy valóban meg is csinálják, hiszen 3D nyomtatóval ki nyomtatják a palacsintaszörnyet is, hozzá még egy jó még a töltelékeket nutellás konzervet, vagy mi ez, dobozt is nyomtatnak. De rengeteg mindent lehet elmesélni a digitális technológiákkal, rengeteg mindenre veszük rá ezáltal, hogy tulajdonképpen szabadon írhatnak, mert azt nem mondtam, de ennek a tematikának például az egyik fő része, hogy a gyerekek, illetve a gyerekek a szuperhőség által különböző kalandokba keverednek, amelyet sokszor mi irányítunk, sokszor ők maguk találják ki. Tehát az, hogy a szuperhősnek milyen szuper képessége van, ezt általában ők találják ki, de aztán mi irányított helyzetekbe sodorjuk őket, és ezt bizony digitális felületen, blogon keresztül csinálják, ami azért lényeges, azért tartom lényegesnek elmondani, mert ezeket a felületeket a gyerekek már sokkal-sokkal jobban használják, mint hogyha, és lelkesebben, mint hogyha azt mondanánk, hogy füzetbe. Nincs azzal gond, mert mi a kézirajzot és ezeket a kézi dolgokat is nagyon szeretjük, viszont ebben teljesen biztos vagyok, hiszen tapasztaltam, hogy azokat a gyerekeket is óriási motivációval látja el az, hogy egy számítógépen kell történetet írni, akik nem feltétlenül szeretnek írni, mert esetleg részképességi zavarban szenvednek, és általában nekik ez egy szenvedés, hiszen tudják, hogy gyakorolni kell, mert gyakorlás nekik mondjuk nem kerül be a gimnáziumban, nem lesz. Mert ezt súlykolják, ezt hallja a környezetében, ezt hallja a tanároktól, ezt hallja a szüleitől, és már a herótja, tehát teljesen elege van abból, hogy írnia kell. Viszont amikor nem a helyes írás a fő szempont, hanem az, hogy írd le a te szuperhősök történetét, ami mondjuk a te esetedben lehet egy ninja, az én esetemben egy könyvtáros vagy akármi, mert mi is megcsináltuk a saját szuperhősünket, egészen máshogy megy, és egészen más a gyerek motivációja, úgyhogy én ezért tartom rendkívül fontosnak ezt a tematikánkat, de ezt a dolgot, ezt a történetmesélés szinte mindenbe bele lehet hozni, ahogy Péter mondta, az alkotásunkon keresztül beszélünk. Igazából most sikerült rábírnom, hogy vidogjon a egyik. Lekapcsoltad a villanyt. Nem lesz olyan legyen, mert a másik lesz. Igen, most rettenetes lesz a kép egy pillanatra, de látjátok, hogy az egyik varázslata villog a varázslónak. Igazából bemutatni egy ilyen figurát, mint a Ez egy nem kész objekt, tehát nem kész tár, de még nem lett befejezve, csak egy napra gyorsan csináltuk, hogy legyen egy illusztráció. Bemutatni egy ilyen figurát ehhez a tematikához, ez kicsit olyan, mintha a francia és a japán konyhát hasonlítanánk össze, az alapján, hogy evőeszközöket mutatunk, és nem az ételekről beszélünk. Tehát, hogy igazából ezek eszközök, és egy sokkal mélyebb pedagógia van mögötte, én azt szeretem különösen ebben a tematikában, a szuperhősökben, hogy amikor megtanítjuk az egyes technológiákat, a 3D tervezést, vagy a elektronikai alapfogalmakat, esetleg a programozást a gyerekeknek, akkor ők ezt még nem tudják, de az egész egy társasjátékra fog kifutni, amely társasjátékban attól függően lesznek ők sokkal hatékonyabbak, erősebbek, jobbak a csapat részére, meg a önmaguk felé is, minél több alkotást tesznek az eszközbe. És amikor ezt ők először megneszelik, már jól benne vannak a fél évben, és először megneszelik, akkor szinte sokban jönnek oda hozzánk, hogy légy, tanítsuk meg őket, hogyan kell kék villámot is kilőni ezzel a leddel, vagy hogyan kell egy szenzort megprogramozni, mert fejlődni akar a karakterük, ezért ők fejlődni akarnak a tanulásban. Igazából ez az a titok, ez az a kreatív folyamat, amiben mi jók vagyunk ebben a csapatban, itt a makerspace.hu-nál, hogy arra motiváljuk őket, hogy folyamatosan ők maguk kérjék már effektíve, hogy részt vegyenek a... Igen, itt egy kicsit készebb szuperhős is. Részt vegyenek a tanulási folyamatban. És így konkurálunk a különböző szuperhősök, amiket Barna elővarázsol most a ládából mögülem. Így motiváljuk őket arra, hogy tudást akarjanak, tudást szerezzenek, és így konkurálunk a számítógépes játékok világával. Én játékfejlesztő vagyok, számítógépes játékokkal is foglalkoztam,
De alapvetően mindig azt kerestem, hogyan lehet a valóságban ezeket mind a gyerekek csinálták nálunk ezeket Igen, a... igen, itt az egyik szuperhős van a mentorával. Igen, együtt, igen. Lapos. Mert ők mindig együtt járnak. De nyugodtan mutathatod. Azt akartam, hogy olyan világban nőjenek fel, és dolgozzanak, ahol nem egy virtuális térben érnek el eredményeket, hanem a mi valós közös terünkben. És ez a Makerspace műhely, ez a típusú alkotó műhely, ez egy ideális terep erre, hogy ezt megtegyék, mert minden egyes feladat, amit elvégeznek, tovább mélyíti valamelyik nagyon fontos készségüket, amit a később bár akár orvos, akár mérnök, akár egy vállalkozó, aki mondjuk agrárrobotokkal foglalkozik, lesz belőlük, ezeket fel tudják használni minden helyzetben. Mindegyik tematikánkban, így ebben is nagyon fontos nekünk, hogy ezek, amikről már egy kicsit utaltam, ezek a jövőbeli nagyon fontos kompetenciák, mert hiszen lehet, hogy az én saját gyerekem majd olyan munkát fog végezni, ami most még nincs is. Egy biztos, hogy egy dologra szüksége lesz, amit a Nokia vezérigazgatója, és én nagyon szeretem ezt a mondatát, megfogalmazott, hogy nekünk, amikor felveszünk egy embert, vagy keresünk egy pozícióra embert, az nem fontos, hogy nem ismeri azt a technológiát, mert akkor leül mellé egy kollégám, és megmutatja neki, és megtanulja. Viszont nem tudjuk neki megtanítani azt, hogy kreatív legyen, és csapatban tudjon együtt dolgozni. Ez egy két olyan nagyon fontos kompetencia, amelyeket viszont itt egy ilyen helyzetben nagyon könnyen meg tud tanulni. Kreatív, az ember kreatívnak születik, az más kérdés, hogy ez aztán hova kerül, viszont ezekben a műhelyekben ezt szinten lehet tartani, vagy hogyha kell még fejleszteni is. Látom, hogy itt van Borsos Lajos a teremben, és nem emlékszem, hogy velük irodalmi alkotást csináltunk, vagy valamelyik másikat. Már őszintén szóval nem emlékszem. Szerintem egy történelem. Igen, ott földrajz történelem volt. Elő, igen. Mert azt nem mondtuk el, hogy tart, vagy mondtad el, hogy tanárképzéseket tartunk. Igen. Ezek, ugye ezek a műhelyek, ahogy Péter mondta, a jövőben meg fognak nyílni, vagy már meg is nyílt a némelyik. Viszont ugye ezeket a technológiákat, illetve a mi módszerünket, ezt az alkotópedagógiát meg kell, valamennyire el kell sajátítani, hiszen csak azt tud egy ilyen műhelyben sikeres foglalkozásokat tartani, aki ezzel is tisztában van, hiszen nekünk az a célunk, ahogy az elején mondtam, hogy játékosan és minél egyszerűbben tanítsuk meg a gyerekeket ezekre a technológiákra. Viszont az fontos, hogy... Igen, közben Péter itt hoz a dolgokat. Az nagyon fontos, hogy ezekben, tehát elkezdődött ez a műhely, vagy megalakultak ezek az alkotóműhelyek, és hogy beindult a tanárképzés is, és közben nálunk már kb. 60 tanár fordult meg, akik akkreditált képzéseinken vesznek részt, vagy ezen a képzésen, mert közben dolgozunk az erre épülő képzések kialakításán is, és Lajos is az egyik ilyenen vett részt, ahol már történelem órához és földrajzórához kapcsolódó dolgokat csináltuk. Azóta ez már változott, és irodalomúra is bejött, de akkor ő... És a mai webináriumon erre a két tárgyra fogunk fókuszálni, illetve irodalom és történelem, ez lesz a két terület, amiről mesélni fogunk. Ami Lajos részt vett, az a workshop, az a felfedezések korát dolgozta föl. Egyszerűen fogtunk egy történelmi és földrajzi tananyagot, és azt a kihívást intéztük a tanárokhoz, hogy a tanárképzésen, hogy dolgozzák fel ezt a korszakot valamilyen alkotással. Egyik ilyen eredmény, ez a szép lézervágott eszközlet, amely nem működőképes, de egy nagyon helyes illusztráció. Ha több napunk lett volna, vagy akár egész héten ezen dolgozunk, akkor nyilván egy olyan eszközt vártam volna el, vagy olyan eszközt alkottunk volna meg együtt, amely működőképes is, és lehet vele méréseket végezni. Amikor a történelmet dolgozzuk föl, akkor igazából egy nagyon kitüntetett helyzetben vagyunk, mert a történelem és technológiai fejlődés egy olyan könnyű pályára állít minket, hogy szinte minden történelmi korszakot, szinte minden történelmi esemény
föl tudunk dolgozni, akár a technológia, akár a művészet felől indítunk. Tehát vannak egyes korszakok, amik különösen alkalmasak, de valójában, ha végignézzük a történelmi tananyagot, amelyet oly jól ismerek, akkor nagyon gyorsan, nagyon sok olyan pontot találunk, amely szinte adja, hogy alkotó foglalkozás legyen belőle. Nem véletlenül a felfedezések korával nyitottunk ezen a egyébként nagyjából egynapos workshopon, mert már volt előtte egy alapozója, ahol hajókat kellett tervezni, mert például a emberiség történetében egy jelentős technológiai lépés volt a felfedezések kora, és hirtelen nagyon sok olyan technológiai megoldás, mint amilyen a szextáns került elő, amelyeket mi egy ilyen műhelyben biztonságosan tudunk modellezni. Ennél az ipari forradalom lenne még könnyebb, de igazából az első vagy a második világháborút is ide lehet tenni. Ide lehet tenni a római birodalmat, ide lehet tenni az egyiptomi közép- és új birodalom idejét, de igazából most végigmehetnék a teljes történelem tananyagon, és végigvetném. Egyébként, mivel én imádom az interaktív műfajt, arra kérem a kedves hallgatókat, hogy írjanak tippeket, amelyek olyan korszakokat, vagy olyan történelmi időszakokat, amelyeket különösen könnyű egy ilyen alkotó műhely segítségével feldolgozni, illetve még egy affinéria, hogy más tantárgyakat is hozzá tudunk kapcsolni. Tehát egy felfedezések korához a fizikát hozzá tudjuk kapcsolni. Egy ipari forradalomhoz a fizikát, a kémiát hozzá tudjuk kapcsolni. Egy őskorhoz a biológiát hozzá tudjuk kapcsolni. A földrajz szinte bárhova hozzá tudjuk kapcsolni. Igen, a Gyuri rögtön írta az egyik projektét, ami most fut a Bucsi digitális fabrikáló műhelyben, Leonardo da Vinci életét dolgozza föl. Hát ha van valami, ami hálás téma, akkor az olasz reneszánsz és olasz reneszánsz feltalálóknak az ideje, de hogyha egy kicsit mélyebbre nézünk, akkor gyakorlatilag bármit és bármilyen történelmi folyamatot föl lehet dolgozni, és most már nem csak a munkákra utalok, hanem például arra is, amikor Egyesült Államokban voltam, akkor azt láttam, hogy a történelem tanárok nagyon hálásak ezekért a műhelyekért, ahol több iskolában jártam, ahol ilyen műhely van már felszerelve évek óta, és például az Egyesült Államok történelmének gyakorlatilag minden pontját föl tudják dolgozni, az első telep, az indián kultúráktól kezdve az első telepeken át egészen a 20. századi ipari áttörésekig, amely ugye az Egyesült Államokat a világvezető hatalmává emelte. Mindenhez hozzá tudnak kapcsolni egy órát, hozzá tudnak kapcsolni egy alkotási folyamatot. Igen. Az egyik ilyen tantárgy, amit nagyon szívesen dolgozunk fel a történelem, sok földolgozásunk volt. Nem tudom, hogy itt van-e például bárki is abból a nagykövási iskolából, ahol egy fantasztikus végvári viadalok órát adtunk elő, ahol a várak már készen voltak, lézervágott várak. Tulajdonképpen egy vetélkedő volt, amely során meg kellett ostromolni a várakat, lézervágott létrákat lehetett oda támasztani. Kidolgoztam előre 50 eszélykérdést, amelyek különböző pontértéket viseltek. Voltak nagyon egyszerű eszélykérdések, például azt hiszem 5 pontért írni kellett 5 olyan terményt, amely terményt vagy élelmiszert, tehát állatot is lehetett írni, amely Amerikából származott, és amelyet a török hadsereg élelmezési célra felvásárolt, és a hadak útján, tehát ahol mentek Bécs felé, elterjesztett, hogy ezzel élelmezze a sereget. Ez például egy 5 pontos kérdés volt, de például az, hogy már nem is pontosan emlékszem, hogy melyik német-római császár, talán 5. Károly, már nem emlékszem pontosan, milyen nehézségekkel nézett szembe 1520 és 25 között, az például egy 50 pontos kérdés volt, és a pontokkal várakat lehetett foglalni, vagy éppen védeni, és akkor tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor Kőszeger esett, Diósgyőr megvédte magát, egy 30 fős osztálynál, de ugyanezt csináltuk például a Római Birodalommal, ahol 3D-ben kellett tervezni, majd kivitelezni római kori várost, tulajdonképpen egy ilyen Nova Aquincumot kellett megtervezni a lányoknak és fiúknak, és utána hazavihették az elkészült római kori épületeket, amely szintén egy vetélkedőben volt egyébként 3 órás foglalkozás.
Ha valamit nagyon fontos tudni az a műhelyünkről, az az, hogy általában hosszúak a foglalkozások, tehát nagyon ritka az, hogy 2-3 óra alatt meg tudunk csinálni egy alkotást. A jó munka az idő kell, az alkotás az idő kell, és mi ezt nagyon is betartjuk. Mégis van arra is lehetőség, hogy bizonyos eszközökkel és technológiák, amik nálunk megvannak, azokkal rövidebb időben is lehet elérni sikereket, illetve hogy akár más tantárgyak, az én kedvencem az irodalom, lehet, hogy azért már magyar tanárként végeztem, de hogy nem gondoltam volna, hogy valahogy is ez a kis eszköz az Ez biztos sokan életem, ismertek. amit mindenki valószínűleg sokan ismernek, az életem részévé válik, ez a Microbit mikrokontroller, amely sok mindenre képes, és ezt biztos már unásig tudjátok, de hogy mozdonyt lehet akár vele vezérelni, amit megtettek a kollégáink a szakmák éjszakáján, de hogy robotokat, mi ezt használjuk rendszeresen, be van építve a tematikánkban, egy nagyon fontos dolognak tartjuk, és egy nagy mérföldkőnek. Ebben most ne is menjünk bele, viszont hogy mire tudnám én ezt irodalomórán használni, merül fel a kérdés, és merült fel oly sokszor már bennünk. És a válasz az, hogy van itt az első lapon egy kijelző, ami most ugyan nem világít, már nincs bedugva, nem is értem, hogy miért nem dugtam be. Na mindegy, de hogy ez egy 5x5-ös kis LED mátrix, ami ezen a felületen lehet megjeleníteni. Tehát világít, de lehet rá animációt írni, szívecskét lehet vele dobogtatni, amit nagyon-nagyon kedvelnek a gyerekek. Én azért szeretem a Microbitet, mert nagyon-nagyon hamar lehet vele motiválni a gyerekeket, nagyon hamar lehet már akár az első óra után egész messzire el lehet jutni, több alkalommal pedig akár robotot is lehet készíteni. Nagyon sok mindenre, nagyon nem rendkívül széles a felhasználási lehetősége. Na, de visszatérve, hogy mit tudok én irodalomórán csinálni, már két óra alatt meg tudjuk azt, Péter közben hozott egy madzagot, most nem tudom, hogy mi lesz rajta, de hogy két óra leforgása alatt lehet vele animálni, amelyet nagyon szeretnek a gyerekek. Milyen verse gondolok, mi mindig az egyszerűtől indulunk, de nem fog látszani. Ja, de hogy, ja, ja, ja. Az egyszerűtől indulunk, de akár az igen távoli és viszonylag nehezen meganimálható versekig is el lehet jutni. Itt most akár a Toldi feldolgozására is gondolok, ezt mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, de mi nem ezzel indulunk, hanem először egy olyanra, amit könnyen meg lehet jeleníteni, akár pálcika-szerűen is. Viszont a kolléganőnk mindig szokott attól tartani, igen, Jaleganyunk szokott attól tartani, hogy nem hitte el nagyon sokáig, hogy hát mit tudnak a gyerekek ezen is, hogy ez miért érdekes. Hát én mindig próbálom ilyenkor behívni, csak más elfoglaltságai vannak, hogy lássa, hogy valóban ezt a gyerekek nagyon-nagyon élvezik, és egész odaig eljutnak, hogy a József Attila versével szoktuk zárni ezt a feladatot. Lajosra tudok hivatkozni, aki már ezen túl van, mert ezt a tanárképzésünkön is általában megcsináljuk. Tehát mindig egy nagy kihívás azt végignézni, hogy a gyerekek azt a versort szokták bemutatni, hogy a város peremén, mint lucskos szalma, hull a lámpafény, kissé odább a sarkon reszket egy zörgő kabát, egy ember üldögél, összehúzódik, mint a föld, hiába rálép a lábára a tél. Szóval ezt a verset szoktuk, vagy ezt a versrészletet szoktuk soronként. Hello, igen, ezt most kérjük. Na most tehát ezen a kijelzőn kérjük, meg lehet jeleníteni, és azt kérjük a gyerekektől, hogy egy-egy sort akkor jelenítsenek meg, például a város animációval, tehát hogy a város peremén az jelenjen meg ezen a kis kijelzőn. Amennyire hihetetlennek tűnik, hogy ezen bármit is meg lehet jeleníteni, annyira kreatív és ötletes megoldások vannak. Egészen bonyolult filmeket kapunk, igen, animációs filmeket. Van, aki az egészet, amit az imént felolvastam, szeretné megjeleníteni, mert hogy szerencsére egyre többen ismerik ezt a Microbitet, és szerintem ti is találkoztatok vele, de valószínű, hogy találkozni fogtok a jövőben vele. Szerencsére egyre jobban elterjed. Erre biztatlak titeket, hogy bátran, vagy erre biztatunk, és igen, nekünk igen. Ez egy alapvetésünk, hogy bátran merjetek
akár egy irodalomórába is bevinni ilyen eszközöket, mert mint látjátok, egy rendhagyó irodalomórát lehet, és a verselemzés, most egy szélsőséges példát mondtam, mert József Attila talán nem annyira általános, illetve ez a vers, de ennél lehet találni egyszerűbben megjeleníthető verset, vagy akár egy jelenetet, vagy egy novellát, amit gondoltok. Ennyit az irodalomról és a mikroelektronikáról. Még sok lesz az irodalomról. Nagyon sok, úgyhogy most csak így belekaptam a mikroelektronikába. Ugye, amikor az embernek van egy makerspace-e, vagy egy digitális közösségi alkotó műhelye, akkor hirtelen ez a kis mikrobit ez elkezd kinyílni, és a rácsatlakoztatható lábakra, amik ugye ezek a aranyozott részén vannak a mikrobitnek, rengeteg mindent rá lehet csatlakoztatni, és köré lehet építeni a robotot, köré lehet építeni azt a eszköz parkot, vagy eszközhalmaz használva azt a körítést, amitől ezek iszonyatosan érdekes és szinte kimeríthetetlen eszközök lesznek. Most mutatunk is egy ilyen példát, amikor a mikrobitet arra használtuk, hogy egy irodalmi művet mutassunk be vele. Ezt felállok, és előtérre hozzuk a eszközt. Ezt néhányan, akik már jártak nálunk, látták. Próbálok közelről beszélni. Igen, de beszélj, meg próbálunk. Igen. Na, be van dugva, igen. Ez, amit itt láttok a képen, ez egy digitális történetmesélés workshopnak az eredménye. Ezt mit csináltuk, tanárok, tehát ennyiben csalás a dolog. Ez már a második verziója, ez már a mikrobites változat. Egy mikrobit mikrokontroller vezérli az egész eszközt. És nem tudom, hogy mennyire látszik a képen, de azt talán átjön, hogy ez egy angol stílusú ház, és hogyha még közelebbre látnátok, akkor látnátok, hogy az ajtón egy ember alak jelenik meg, amely egy ember arca, és ugye mi itt a Charles Dickensnek a egyik legismertebb és Angliában egy kötelező olvasmánynak számító Karácsony ének című művét dolgoztuk föl, és amely arról szól, hogy van egy uzsorás, aki nagyon, nagyon utálja az embereket, és senkinek nem ad karácsonyra adományt, és megjelenik az ajtóban a társa szelleme, és figyelmezteti, hogy hamarosan három szellem fogja meglátogatni, vannak érnek lépve az ajtón. Igen, ez az. És akkor egy nagyjából át is jön, még talán a zenét is halljátok, hogy egy drámai zene indul el, látjátok a Neopixel, igen, szerintem innét is lejön, hogy a Neopixel gyűrűk, amelyeket beépítettünk, és ha még egyszer megnyomod, akkor látszik, hogy a felső sarokban egy lézergravírozott szellem is megjelenik, máshol meg ilyen vészjósó fények villognak. Ez a szellemek látogatása. Ezt az Egyesült Államokban sokat láttam, hogy hogyan dolgoznak fel különböző irodalmi műveket, és nekünk is ez egy földolgozásunk. Általában azt szoktam mondani, mindig ez a második mondatom, hogy amikor kiadod 10-20-valahány gyereknek, hogy egy műhelyben dolgozzanak fel egy ilyen művet, akkor általában az első, hogy el is olvassák, hát ha azzal valami előnehet jutnak az alkotás folyamatában. Tehát már ezzel ráveszik őket az olvasásra. Az egyik ilyen példa, amit mondott nekem egy amerikai tanár New Yorkban, az egy szintén zseniális földolgozás volt. A George Orwellnek az állatfarmját dolgozták föl, ami azt jelenti, hogy malmokat építettek. Tehát ugye a könyvnek a központi narratívája, hogy megépül ez a malom, amelyet szegény ló épít, és bele is hal. És itt a feladat az volt, hogy olyan malmot hozzanak létre, és ebben egy kicsit a fizika is belépett a foglalkozásba, ez egy kétnapos foglalkozás volt, amely a lehető legnagyobb terhet képes felemelni. Tehát egy olyan mechanikát is bele kellett építeni, amely egy bizonyos terhet felemel, és hát hat csapat indult az osztályból, és mind a hat megépítette a malmot. Végül, ugye ez egy olyan foglalkozás volt, amelyben a tanár nem vett részt, hanem egyszerűen elküldte a gyerekeket, elkísérte a műhelybe, és létrehozták ezeket a szélmalmokat. Végül az a csapat nyerte, amiben a tanár is beszállt, mert hogy annyira tetszett neki az ötlet, hogy ő maga is beszállt, és három másik diákkal együtt megalkotta a saját verzióját. A két napra úgy emlékeznek vissza a gyerekek, mint a legjobb irodalom órára, ami
amin részt vehettek. Mi is hasonló módon dolgozzuk fel a történeteket. Van egy forrás, ennek a forrásnak a kiválasztása ez egyébként kritikusan fontos, mert nem minden mű földolgozható. Igazából ez a fő üzenete a mai webináriumunknak. Nagyon törtük a fejünket, és Barnának volt néhány jó ötlete a bovári név földolgozására. Viszont egyértelmű, hogy vannak olyan művek, amelyek nagyon hálásak ebben a témában. A múlt heti, vagy a két héttel ezelőtti tanárképzésben a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum csapata kötelező olvasmányokat kapott, az egri csillagok. Sajnos mindent elvittek, ez jellemző a műhelyünkre, hogy mindent elvisznek, mert nagyon büszkék rá azokra az eszközökre, amit csináltak. Ez az első hét lezáró eseménye volt, az első hét tanárképzéséjé. Egyébként mozdítjuk is igen, erőt, hogy igen, hiszen az alkotás az azért nálunk a gyerekek is azért van, hogy néhányat utána újra legyártunk, mert hogy szörnyű lenne, hogyha valaki így csinál valamit, és jaj, hát ezt nem érhetett haza, igen. Ez itt marad. Igen. Például a Pál utcai fiúkat dolgozták fel egészen zseniálisan. Ugye amit itt láttok a háttérben, az egy lézergravírozott fa doboz. Talán oldalon is egy kicsit látszik, meg ha meg egy most föl van a fa hátán, nem látjátok az elektronikát, de el tudjátok képzelni, hogy mikrobit van benne. Ez egy lézervágott fadoboz, amelyen sikerült bennet beszerelni a hátán, amelyben viszonylag egyszerű elektronika kap helyet. Ha most bekapcsolod, akkor látod, hogy fölöttem a neofiszkel gyűrűket hátulul is illanak, vagy hát ebben nem meg fogod. Igen, fogom. Igen. És itt egy kapcsoló. Igen, ott a mikrobit, amely az egész eszközt vezeti. Tehát mi nem ilyen nagy volumenben dolgoztunk, de egy egészen zseniális doboz született, ugye egy lézervágott doboz, amelyet oldalról és felülről fahasábok képével gravíroztak meg, ez egy Pál utcai fiú földolgozás volt, meg volt egy nagyon-nagyon jó Dante isteni színjáték földolgozásunk, egy egészen zseniális Homérosz Odüsszea feldolgozásunk, amelyben lézervágóval megcsinálták Odüsszeusz hajóját, amely hiába közeledett, pörgött folyamatosan körbe-körbe, itak a szigata körül, hiába közeledett, mindig távolult, és egyszerre emelt a két elem az folyamatos távolságot tartott. Igen, érdekes lenne egy diszertet készíteni az ember tragédiájához. Nagyon jó hozzászólás. Valójában oda lyukadunk ki, hogy vannak olyan művek, amelyek kiválóan alkalmasak arra, hogy mi úgy hívjuk, én úgy hívom legalábbis őket, hogy barkás regények, amelyek szinte vonzák magukkal a... Robinson. Igen, vonzák magukkal a barkácsolást, ugye Barna most sugta a Defoe-nak a Robinsonját, ez tényleg egy olyan mű, amit hihetetlen jól lehet használni, és vannak egészen kivételesen, legyek urát is nagyon meg lehet csinálni, vannak egészen kivételesen jól használható regények, például egy másik történet, amit szívesen elmesélek, a Facebook oldalunkon képeket is láttok róla, ahol a leglelkesebb gyerekek vannak, a legkisebb és leglelkesebb gyerekek, de 3 éve csináltam ezt, vagy igen, lassan már 3 éve ezt a foglalkozást. A Belgüditnak a lengemeséket nem tudom, hogy ki ismeri közületek. Ez egy igazából balkácsolásra született mű. A lengék azok olyan kicsi erdeimanók, vagy egy ilyen tavimanók, akik organikus anyagokból építkeznek, és egy fában laknak egy tó mellett, és ők vigyázzák a természetet, cinege háton lovagolva. Cukik, édesek és őszinték, tisztességesek. És velük szemben a harácsok élnek a tóban, akik személyből építkeznek, állandóan el akarják foglalni a lengékvárát, és megszerezni a lengék készleteit. A tücsök és a hangya egy ilyen kortárs verziója, amelyben nagyon jó karakterek és nagyon jó történetek vannak. Hát ez adta, hogy ebből barkács feldolgozást csináljunk. Ugye ezt második osztályosokkal csináltuk, akik már túl voltak azon, hogy elolvasták a mesét, tehát mind azt hiszem 4 részt kívülről fújja a csapat, és hihetetlen sok, 4 alkalommal, 5 alkalom volt összesen a foglalkozás, 5 összevont vizuális kultúra és technika órát használtunk föl a most nem tudom pontosan iskola nevét, de valahol zuglik ebben,
Zugligeti, Zugligeti általános általános iskola, iskola, igen, Zugligeti általános iskola volt, és nagyon sok hihetetlen jó történet van. Végül is az egész egy olyan robotika foglalkozásba torkollott, ahol három kacsa kellett, hogy megakadályozzon egy gumiabroncsot, hogy elérje a lengék fáját. Megcsináltuk a fákat is, megépítettük a kacsákat is, sőt, megépítettük a halácsok városát, és megépítettük a halácsok áthatolhatatlan hajóját, ami a gumiabroncs volt. Viszont a gumiabroncs nem maradt volna fönn a vizen, ezért lufikat fújtunk föl, és azokat aggattuk rá. A kacsák csőrébe pedig egy kis tűt tettünk, ilyen, tudjátok, ez a, amivel a parafába tűzzük a felhívásokat, és a lufikat egyenként kidoraktatták, hihetetlen jó foglalkozás volt, amit imádtak a gyerekek, odáig voltak érte. Nekem a kedvenc pillanatom az volt, amikor egy kis matematikát is belecsempésztünk, mert meg kellett mutatni nekik a méretarány fogalmát. És az, hogy létrehozzuk a lengék házát, amiben egyébként egy hihetetlen jó távirányítós liftet is beletettek a gyerekek, ez egy nagyon nagy élmény volt nekik. Amikor megcsináltuk a lengék fáját, akkor ugye ki kellett találni, hogy mekkora egy lenge, és ehhez képest mekkora ajtónyírásokat kell vágni, amit ollóval, slitszerrel és a gyerekek kedvencével, a csavarbehajtóval csináltunk. És amikor megkérdeztem őket, hogy milyen magasak a szüleik, és ehhez képest milyen magas egy ajtónyírás ott a iskolában, akkor nem tudták megmondani, még azt sem tudták pontosan, hogy a szüleik milyen magasak, de hogy azt még nagyjából összehoztuk, volt 2 méter 20-as apuka valaki szerint, és bár lehet, hogy így van, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy mekkora egy ajtónyílás. Ezek a jó másodikosok, akik már jól ment nekik a osztás, szorzás, összeadás, kivonás, ezek nem rendelkeztek 2 méter hosszú centivel, mindenkinek egy ilyen 20 centis kis vonalzója volt, úgyhogy egymás hegyére, hátára állva egy ilyen gulát képeztek, és lemérték a saját ajtónyílásukat, hogy az mekkora, és utána az volt a legédesebb pillanat, hogy egyenként járultak oda a vonalzóval, a táblához, az egyikük felírta a kis számokat, hogy 17, jött a következő 13, és akkor egymás ujjára összefogták, és kijött, hogy 2-10 magas a bejárat, és akkor ebből kilogikáztuk, hogyha 175 egy átlagos ember magassága, és 2-15 az ajtó, akkor ha egy lenge 5 centi, akkor mekkora ajtót kell nekik csinálni. Ezek voltak azok a jelenetek, amelyek igazán érdemes volt ezt a foglalkozást végigcsinálni, és hát ez azért van, mert Belgriditnak a lengemeség az egy igazán alkalmas mű arra, hogy földolgozzák. De ugyanilyen alkalmas mű, szinte bármi, amiben bármilyen barkácsolás van, ugye mi a Robinson Crusoe-t szoktuk elsősorban említeni. De hát vagy olyan eszközök, amelyek erre alkalmasak, tehát hogy nem csak esemény, most ugye van, már nem a Robinson Crusoe az, amely az én időmben az volt az, amely minden gyerek szinte elolvasott, hanem a Harry Potter, tehát például a Harry Potter is adja magát már, hogy a klasszikusnál maradjunk, és szinte már elcsépelt módon, igen, de nem bírtam nem elsütni. Igen. Tehát, hogy ez is tényleg minden gyerek, ez az egyetlen könyv, talán minden gyerek elolvas, ha túlteszi magát az első 80 oldal. Igen. De például hogy mi magyarul hívjuk, Verne Gyurával is zseniális alkotást lehet csinálni. Tehát a technológia a központú regények, amelyekben sok akció és sok eszköz van, az igazából adják magukat, hogy alkotással dolgozunk fel őket, de éppenséggel, ha kreatívak vagyunk, egy jókaiban is, egy aranyemberben is lehet nagyon jó alkotást csinálni. Egy olyan száraz regény, tehát még nem is a fekete gyémántokról beszélek, amiben rengeteg technika van, de mondjuk egy aranyembert is meg lehet úgy csinálni, hogy az egy nagyon izgalmas és tárgyközpontú földolgozás lesz. Tehát minden történetből ki lehet emelni azt a néhány helyszínt vagy tárgyat. Gabonaszállítóhajó. Igen, gabonaszállítóhajó elsüllyedése. Igen, látom magam előtt, hogyan csináljuk meg. És hát ez nagyon jól mutatja, hogy az irodalom az egy igazán, igazán hálás téma, és tulajdonképpen akár versből, akár prózából pillanatok alatt alkotást lehet kerekíteni. Viszont még sajnos már csak 10 percünk van, és még valamit akarok mutatni. A másik nagy vonulat a történetmesélésben az az, hogy nem egy adott műhöz vagy adott tárgyhoz kapcsolódunk, hanem meséltetjük a gyerekeket. Ugye amikor mi alkotásokat hozunk létre, mondjuk a Attila kollégám által vezetett zöldmérnökök szakkörön, ott nem egy irodalmi művet dolgozunk föl, hanem ott magát a történetet adjuk elő,
És itt a tanár, ahogy Barna ezt olyan jól szokta mondani, nagyon is szoktam mondani, hogy egy kicsit színésznek kell Egy lennie. kicsit színésznek, egy kicsit írónak, egy kicsit Egy játékmesternek. játékmesternek, Igen, valóban, igen, valóban. kell És lennie. mentornak, Igen, aki mentornak, igen. figyel. Kell lennie. A zöldmérnökökben a Marson rekett tudóscsoportot alakítanak, akik ott helyben állnak elő egy működő prototípusával egy adott tárgynak, hogy ezzel mentsék magukat és szedjék össze a készleteiket. Így történetmesélés lesz az a száraznak tűnő természettudományos anyag is, amely valójában nagyon izgalmas, nagyon érdekes, csak még nem tudtuk megmutatni mindenkinek azt az oldalát, amitől ezeket az izgalmakat megtalálja. Ebben az értelemben, ilyen esetekben a történet az, ami, igen, kérlek, hogy emeld föl, amely megtalálja az izgalmakat. Igen, 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 meglepetés erejével hason. Amit itt láttok, az egy lézervágott térkép, kicsit közelebb a... Igen, próbálom, csak igen. Próbálom rá. Igen, a combomon megtámasztjuk. Ez az egyik tematikánknak a térképe. Arra így. Kire utál a képbe, nem baj. Semmi baj. Ez egyik tematikánknak a térképe. A 3D időutazóknak. A 3D időutazókban egy olyan új tematikát kísérletezünk, amelyben a gyerekek egy tudócsoportot alakítanak, ahol konkrétan megvan adva, kinek milyen feladata van, orvos, van pszichológus, van mérnök, van tiszt, tehát ilyen biztonsági tiszt, és így tovább. Különböző szerepek vannak, és mindegyikük ki van képezve a tárgyalkotásra, ugyanis egy időgéppel utaznak, amelynek két része van, a maga az időgép, ami előre viszi őket az időben, a másik pedig egy hatalmas képzeletbeli 3D nyomtató, amelyel bármilyen tárgyat ki tudnak nyomtatni. És amikor ők a távoli jövőbe kerülnek, ahol emberiség van, de civilizáció nincsen, mondjuk 800 évet lépünk előre az időben, az emberek vadon élnek a természetben, a romok között, a 800 éves romok között, ott a 3D nyomtató segítségével alakítják újra a kultúrát, és valójában a gyerekek nem tudják, és most nem is hallgatnak, úgyhogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy valójában kultúrtörténetet tanulnak, ugyanis olyan sorrendben tanítjuk meg nekik a tárgyalkotás folyamatát. Tehát például az első feladat, nem tudom, hogy kitalálja a kedves közönség, hogy mi az az első tárgy, amit 3D nyomtatóval alkotunk, és amely a civilizáció egyik alaptétele, hogy rendelkezésünkre álljon. Mobiltelefontok. Nem a mobiltelefontok az. Ebben is elkezdtek írni egyszerre. Kerék, tárolóeszközök, tehát Takács Viktória találta el azonnal a tárolóeszközt. Mi egy pohárral kezdünk. Tehát ugye, ha emlékeztek most egy pillanatra, suhant át csak a kép, amin ott volt a folyó, valójában egy olyan egyszerű eszközzel indítunk, ugye ez tervezésileg is egy nagyon fontos és egyszerű eszköz, amelyel rengeteget spórolhatnak időt. Ez a tárolóeszköz a pohár, és később a víztároló különböző edények és kancsók. Ez a történetben is bele van szőve, ugyanis egy láthatatlan ellenség megöli az embereket, ha túl sokáig a víz közelében tartózkodnak. Erre sokkal később jönnek rá, hogy ez egy gémódosított fegyver, egy félelmetes harmadik világháborús szupereszköz, egy aprócska darázs, ami halálos csípéssel rendelkezik, úgyhogy később, majd a sokadik feladatban nekik az lesz a feladatuk, hogy darázscsapdákat hozzanak létre, ami egy szintén könnyen tervezhető és kiválóan használható tárgy. Ha egy gyurinak is igaza van a kerékben, a kerék már azt hiszem a nyolcadik feladat, tehát hogy fokozatosan a biztonságot megteremtik, utána mozgatniuk is kell a tárgyakat, és akkor például erőtovábbítókat, azaz olyan szállítóeszközöket kell tervezniük, amiben majd a tálakat teszik bele, meg a poharakat teszik bele, és így fejlődik folyamatosan tovább és tovább a történet. Tehát így tudunk mi digitális eszközökkel történet mesélni, és történeteket létrehozni, amelyek ilyenkor már láthatatlanul kapcsolódnak tantárgyakhoz, mert fizikát, kémiát, biológiát, kultúrtörténetet, történelmet, vizuális kultúrát tanítunk ezeken keresztül. Ugye, gyakran kérdezik a tantárgyi kapcsolódást, és van a szuper ábrákat szokott csinálni. Hát igen, és hát ugye én nagyon fontosnak tartom, meg nagyon lényegesnek az, hogy ezek a tantárgyi átívelések nagyon fontosak. Tehát amíg nem feltétlenül beszél a magyar tanár, a történelem tanárról arról, hogy az egri csillagokat hol és mikor fogják venni, és a
és a töri tanár leadja az EGRI csillagokat, a videón megnézik, mielőtt egyáltalán irodalomból szóba sem kerül, az így nehéz. Viszont ezek a műhelyek pedig komplexen tudnak részt venni, és rengeteg tantárgyat tudnak összefoglalni, hogy Péter nagyon jól elmondta, hogy Attila, nincs vezetni itt a trombita? Kéznél. Szépen a trombita a zenekarnál. Ja, a zenekarnál, igen. 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 Igen, bocsánat, csak itt zárszónak, hogy még egy, még vadabb ötletet földobjak. Két hónapja járt nálunk a Pomázi fúvózenekar, és egy két alkalommal áll a ifjúsági fúvózenekar. Igen, a Facebook oldalokon meg lehet nézni az eredményt, de ők háromra nyomtattak egy trombitát itt nálunk, amelyet meg is szólaltattak, és van róla egy videó, ahol lehet hallani, egy háromra nyomtatott trombitát, így az énekzenetantár is kapcsolódik a műhelyünkhöz. Igazából nagyon nehéz minket olyan helyzetbe hozni, hogy ne tudjuk bármit hozzá kapcsolni a műhelyhez, ami a mai modern oktatásban jelen van. Emlékszem, hogy a Hentzer Gyuriék, aki egyik hallgatónk csapata, és zseniális ötleteket hozott arra, hogy lehet a énekzenetantárgyat hozzákapcsolni a műhely életéhez. Remélem, hogy Gyuriék minél több mindent megvalósítanak majd abból, amit akkor kitaláltak, és igazából most már így zárszóként erre buzdítok mindenkit, hogy bátran szereljen fel ilyen műhelyt, vagy keressen fel ilyen műhelyt a lakóhelyhez közel, és legyen kreatív, vigyen oda minél több tantárgyat. És a fantáziát használni, igen, mert a gyerekeknek úgyis több van. Igen, és bízni a gyerekek fantáziájában, és bízni a gyerekekben, ez nagyon fontos számunkra. Mi nagyon sok mindent a gyerekek kezébe adunk, tehát a hálónyomtatót, a lézervágót, a szerszámokat ők maguk kezelik, és ez a bizalom, ez mind a két oldalon jelen van. Mi megbízunk bennük, hogy odaadjuk eszközöket, ők meg ezt úgy hálálják meg, hogy alkotnak, és nem butaságokra vagy értelmetlenségre használják a gépet, hanem komoly alkotó munkát végeznek, és tanulnak vele. Nekünk talán ez a legfontosabb, hogy jól érezzék magunkat. Igen, és közben írja Gyuri, hogy nagyon fontos bízni a gyerekekben. Így van. Mi egyenragúnak tartjuk őket, és egyenragúként dolgozunk velük, és mi ezt nagyon élvezzük. Meg mi egy olyan példa vagyunk, amit én nagyon szeretnék a jövőben minél több helyen látni, hogy igen, ki lehet menni az osztályteremből, és igen, bátran lehet műhelyekbe menni, amelyek nem úgy néznek ki, mint egy tanterem, de mégis olyan dolgokkal lehet kiegészíteni a tantárgyi, a tanmeneteket, amelyek örökre emlékezetesek maradnak a gyerekeknek, mert higgyétek el, aki nálunk egyszer gyerekként megfordult, az nagyon sokáig nem felejti el, és utána jönni akar. Erről remélem minél többen meg is bizonyodhattok a jövőben. Igen. Igen, remélem, hogy minél többen eljutok ilyen műhelyekbe. Még 3 percünk van a kérdésekre. Viszont addig hadd ragadjuk meg az alkalmat, hogy a honlapon vagy a Facebookon vannak kapcsolati vagy leírások, igen, ahol lehet minket elérni, mert ugye a tanév végéig, amíg tart június valahanyadikáig, addig lehetőséget adunk, hogy hétfőnként és szerdánként előzetes regisztráció után és egyeztetés után iskolai csoportokat lássunk vendégül, természetesen betekintést adva, miről eddig beszéltünk, illetve még az fontos elmondani, ami nagyon szokott elsőként kérdésre, ez ingyenes lenne. Ez egy 2 órás workshop, ahol osztályokat várunk, ahol rendhagyó órákkal, igen, tudjuk őket. Egy kóstoló műhelyben. Egy kóstoló műhelyben. Nem kell többet, igen, gondolni 2 órában, mint egy kóstoló. Igen, igen, de hogy... Szóval bárkit várunk a műhelyben, osztályjal együtt, igen, 2 órára, igen, az elkövetkező 2 hónapban. Igen. Mi is remélem, Lajos, hogy nem sokára újra találkozunk. Buda Barnának és Fuchs Péternek nagyon szépen köszönjük a mai inspiráló előadást, és remélem sokan ellátogatnak erre a műhely munkára is, illetve nem csak a digitális témahéten, hanem a mindennapi pedagógiai gyakorlatokban is végig gondolják ezt a sok ötletet, amit most itt kaptunk. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm minden résztvevő nevében.